Sziasztok! Igazából nem terveztem vlogot erre a hétvégére, és bocsi, hogy ilyen kócos hajam meg minden, de annyira hirtelen jött ez az egész, ugyanis Ari az előbb mondta, hogy kezdjék el bepakolni, mert hogy holnap elutazunk valahova. Nos, ennek az az előzménye, hogy ugye most volt a 25. születésnapom, és mondta, hogy majd fogok kapni még így a nyár folyamán egy utazást, mert ez mégiscsak egy ilyen kicsit különlegesebb, kerekebb szám. Úgy látszik, hogy most jött el a pillanat. Nem tudom, hogy hova megyünk, meg semmit nem tudok tényleg. Csak annyit tudok, hogy be kell pakolnom, úgyhogy tulajdonképp most pakolok. Úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nem tudom, lehet, hogy ma még jelentkezem pakolás dolgokkal, de lehet, hogy már csak holnap, mert holnap megyünk, nagyon izgatott vagyok. Till I get up, time is barely on our side. Na sziasztok, megérkeztünk a szállásra. Megmutatom nektek, hogy milyen év, ugye még semmit sem láttam róla, képen se, meg minden. Ari ami nagyon szépet választott, nagyon jól kiválasztotta. Nagyon tetszik, úgyhogy megmutatom nektek is. Szóval, ha belépünk, ezt látjuk. Eléggé a zöld szín dominál. Itt van egy ilyen kis cuki beépített konyha. Itt van a nappali, meg az étkező. Vannak szép nagy ablakok. Aztán, ha itt tovább megyünk, itt van a fürdőszoba. Zuhanyzó, itt is minden zöld. Illetve itt van a hálószoba. És van itt egy ilyen tök nagy gardrób is. De hát nem hoztam annyi ruhát, hogy használjam, úgyhogy... Ja. Úgyhogy nagyon szép kis ház, ügyes voltál rajta. Sajnálom, bocsánatot kérek a vegán, meg mindenféle ilyesmi nézőimtől, de muszáj volt a videózni. Uram, atyám, mekkora makaron. Most nem fog átszenni videón, de ez egy vámpír horror műcukor, amit szájba lehet venni, és ekkora mellette a makaron. Az édességboltból, és azt kívánom, bárcsak az illatokat is át tudnám nektek adni a neten keresztül, mert egyszerűen nagyon durva illatok voltak benn. Nagyon megéheztünk, mármint előteljesések voltunk, de most még jobban, úgyhogy megyünk enni. De eléggé hasonló Budapestre, nem tudom. Nagyon hasonló Budapestre. Nagyon szép. Budapest is szép. Kicsit olyan Dunapartos. Én nem eszem, mert nem, egyszerűen nem vagyok éhes, és nem is kívánok semmit tenni. Úgyhogy most csak Ari eszik, én vizet iszom. Nem tudom, mennyire látszik, de ilyen nők táncolnak nagyon magasan. Jó reggelt! Ma már a második napunk van itt Prágában, és ahogy látjátok, készülődöm éppen. Kicsit hűvösebb nap van kint, szóval tudok erősebb sminket viselni, ami abban nyilvánul meg, hogy rajtam alapozó is, nem pedig csak a szemem alatt korrektor. Ari lement reggeliért, én addig gyorsan elkészülök, és aztán elindulunk be a városba. Ez a Benefit California pirosító annyira durva tűnt, annyira pimmentált. Tök keveset raktam az ecsetre, és
úgy érzem, mint egy bohóc lennék, tök sokat vitt föl. Mindegy. Mindegyek képregény van. Úgy érzem magam, mint hogyha bent lennénk a Big Bang-be, Stuart boltjában. Már 4 részt is találtunk az Ariana-s képregényből, viszont ez egy ilyen 6 részes kis mini sorozat, de az 1-es meg a 6-os része az nincs. Vagyis hát még nem találtuk meg, hogy Ari azt keres győzelővel. Immortal. Amit vagyunk mi is a Luluval benne. Nem csak Ariról szól. Tetszik? Nagyon jó. Örülsz neki? Nagyon durva. Itt van a nagy katedrál. The thousands and we'll grow in number. Közben régen kijössz ide, és így ez a egy belső kertem. Tudod, hogy cserélek, itt hoznak a kerevét. Sajnos eljött az utolsó nap, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és ma még azért 3-ig itt vagyunk, és most reggel 10 van, most kell elhagynunk a szállást, úgyhogy még a cuccainkkal fogunk egy kicsit ide-oda menni, de nincs ott cuccunk, úgyhogy nem vészes, és aztán körülbelül 10-re fogunk hazaérni, és aztán holnap meló. Love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. Egy páva a parkba. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I